amor te llenaría. Mi alma, mi pasión, que me quema el alma con el sol. Pasión, pasión, que me hace amarte y perder la razón. Most elegem van. Biztos, hogy ez hiányzott belőle, szenyorita? Persze. Ettől lesz a szalsza igazán tökéletes. Kóstolja csak meg. Igaza van. Ez mindenkinek ízleni fog. Elnézést. Kaphatnék még egy tányér salátát, meg egy kis húsit, Dominga? Természetesen, Don Benito, de várjon csak odakint, és mindjárt vissza. Jaj, ne, inkább itt maradnék, mert itt senki se lát engem. Pont most készítettünk el egy szószt, amit ez a szenyorita tanított nekünk. Mondja, szeretné megkóstolni, hogy milyen finom. Természetesen, a finom ételekre mindig vevő vagyok. Oda viszem neki, rendben? Jaj, köszönöm szépen, mindjárt jövünk vissza. Gyere, segíts nekem ezt kivinni, siessünk. Kíváncsi vagyok, hogy ízlik-e. Látom, ízlik. Ez hihetetlen. Ez tényleg isteni. Ennél finomabb szalszát még életemben nem ettem, tényleg. Te biztosan valami sztárséf vagy, ugye? Jaj, nem akarok szerénykedni, de kulináris szakértő vagyok. Olyan jó lenne egyszer szakácsként dolgozni, de a családom nem engedi. Mi a családod? A Rosa leszik. Belinda vagyok. Örvendek. A nevem Benito Santos, de én nem vagyok idevalós, én nem tartozom ezek közé. Jaj, felesleges mondani, ez egyértelmű. Belinda, kaphatik még egy kicsit abból a finom kis szószból. Na, tudod, van bennünk valami közös. Ugyanis én is imádom az ételeket. Imádom a francia ételeket és a kolumbiait is. Ja, és a mexikóit. De persze, én nem tudok főzni, csak megeszem ezeket a finom ételeket. Bizony. Imádok lenni. Hát, biztosan nem lesz sok időd, de azért, ha lehetséges, egyből lépj velünk kapcsolatba. Rendben van, Gabriela? Ha más nem, küldj nekünk képeslapot, hogy tudjuk, hogy vagy. Jaj, annyira fogsz nekünk hiányozni. Jaj, olyan jó utazgatni, főleg a mézes hetek alatt. A mi korunkban ez nagyon keveseknek adatik meg. Menjetek előre, nekem van egy kis dolgom. Apa, vigyázz magadra. És kérlek, vigyázz a házra, még nem vagyok itt. Megteszem. Mert lehet, hogy ez az utolsó alkalom. Hogy erre kérsz engem. Vigyázz magadra. A hosszú utaknak megvannak a maga veszélyei. Apa! Hm.
Későre jár, Gabriella. Csak rád várok. Amikor rettenetes hasfájás tört szegényre. Te szolszád miatt lettem rosszul. Jaj, ne! Már megbocsásd, az én főztömtől senki sem lesz beteg. Hiszen még te is azt mondtad, hogy finom. Igen, de csak az elején. Később furcsának találtam, szörnyű volt és keserű. Jaj, atyám. Jaj, édes Istenem. Összetévesztettem. Az nem az én szalszám volt. Honnan szerezte ezt az üveget, szenyorita? Hát innen, itt volt az asztalon. Na de... Jaj, ez az igazi szalszá. Jaj, szenyorita, összekeverte az üvegeket. Ja, igen, és ebben mi volt? Ezt az egyik munkás hagyta itt. Ha nem tévedek, ez hashajtó a lovaknak. Jaj, Gabrielita, Isten óvjon! Köszönöm! Vezessetek óvatosan! Légy szíves, vigyázzá felmére! Mégis hol a fenében lehet az az átkozott Benito? Már egy jó ideje keresem, de sehol sincsen. Nem Benito, Belindát. Hol az ördögben vagy? Gyertek, hát nem, Istenem, hol lehet az a szerencsétlen lány? Amikor utoljára láttam, bement a házba, és azóta nem jött ki onnan. Na hát, elképesztő. Gyerünk már, próbálj meg hányni. Nem megy. Még akkor sem a hátamat ütögeted, érted? Szeretnék egyedül maradni, egyedül, egyedül. Az előbb egyedül hagytalak, de az sem segített. Értsd meg, hogy ki kell hánynod azt a hashajtót. Ebbe bele is halhatsz, és én nem akarok bűnbak lenni. Már úgyis aldoklom. Ezek az utolsó perceim. A fejem majd szétrobban, és nagyon szédülök. Ez elviselhetetlen, elviselhetetlen. Akkor most mi legyen? Annyira sápadt az arcod. Ez rémisztő. Gyere, menjünk innen. Jaj. Támaszkodj rám. Feküdj le az ágyra. Ha vízszintesbe fekszel, elmúlik a szédülésed. Nem feküdhetek ide, ez Gabriella ágya. Nem jöhetünk be ebbe a szobába az engedélye nélkül. Jaj, ebben nincsen semmi rossz. Neked meg pihenned kell. De ne, miért? Ez még mi a fene volt? Ja, Istenem! Azt hiszem, szétrepett a nadrágom. Hadd nézzem meg. Nem! Hadd nézzem meg. De nem! Jól van, rendben van. Jaj, igazad van. Teljesen szétrepett. Jaj, ez a ruha nem csak borzasztó a ronda, de rossz minőségű is. Ez elképesztő. Jaj, ne kritizálj, inkább segíts nekem! Mit csináljak? Istenem, mit csináljak? Jaj, ne izgass fel magad! Nyugalom! Keresek valamit, amivel orvosoljuk a bajt. Tudd le a nadrágodat! Ah. Szégyenlős vagyok! Nem mondhatnánk meg úgy, hogy rajtam marad a gatya! Ki a franc lehet Gabriella szobájában, ha? Ideges vagy?
Kimerítő volt ez a nap. Nem is értem, hogy bírtam ki. Pedig még sokára lesz vége. Várakoznunk kell a reptéren is. Sokáig tart, míg a csomagokat feladjuk, és ott a hosszú út is. Igazad van. Sokára lesz vége. Most jön a java. De te nem tűnsz túl boldognak. Az lennék, ha a lányaim is ott lettek volna. Legalább az egyikük. Ha az egyikük jelen lett volna, akkor sokkal jobb anyának éreztem volna magam. Ne gondolj folyton ezekre a dolgokra. Bújj ki egy kicsit az anya szerepből, és gondolkodj végre nőként, a feleségemként. Jaj, Fernando. Az anyai kötelezettségeidnek vége. Az új feladatod most az, hogy kettőnkért élj. Muszáj lesz búcsút intenünk az összes problémánk, hogy kizárólag a boldogságunkkal foglalkozhassunk. Rendben? Ebben segítened kell nekem. Nehezemre esik elfelejteni a lányaimat, az unokámat. És főleg azokat a férfiakat, akik kihasználva az alkalmat most biztosan velünk vannak. Cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas, los días se me vuelven largos y las noches pesadillas. Solamente vivo de recuerdo cuando tú. La noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Amarte como yo, amarte como yo. Amarte como yo.